Sziasztok, kicsikém, sziasztok, üdvözlök mindenkit nagyon sok szeretettel. Érénke vagyok, gyertek meg, Vajdaréka, szia Vajdaréka, Györvény Norm Molnár nézi. Sziasztok, üdvözlök mindenkit nagyon sok szeretettel. Örülök, hogy itt vagytok. Sziasztok, kicsikém, sziasztok. Hát most levettem a szép pótajamat, úgyhogy így néz ki a hajam. Remélem, hogy így is jó. De majd okozok valamit, remélem, hogy sikerül. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hú, gyerekek, úgy képzeljétek el, hogy nagyon-nagyon fáj a hátam közepe. Idők óta nem bírok a hátam közepével, és el kell mennem a orvoshoz és a héten a kórházhoz. Nem tudok, nem merek rosszra gyanakodni. Lacika, gyere be! Gyere már be, légy szíves, életem. Kicsikém, azt a tizét már el. Mi? Onnan nem, nincs be az ével. Nem úgy. Az. Nincs ott, úgy, rendben. Úgy. Bekapcsold, mert fádik a... Fádok, drága egyetlenem. Kicsikém, ne haragudjál meg. Azt hittem, hogy be van kapcsol a fétem. Köszönöm. És nagyon fáj a hátam közepe, mám reggel szinte csúsztam, másztam. Szinte csúsztam, másztam, annyira oda van a hátam közepe, hogy napok óta, mióta szenvedek már. Idők óta, nem is napok óta, hülyeséget beszélek. Most már idők óta szenvedek a hátam közepébe. Tehát a gerincem körül. Gerincem körül nagyon-nagyon fáj. Most is érzem. És nem az ágya bűnös, mert a páromnak hála a jó Istennek, hogy nem fáj. Úgy tudom. És nehogy már csak én nekem fáj. Hát, nekem fáj, akkor neki is, hogyha ágya bűnös. De nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. De nagyon fáj a gerincem. Hátam közép gerincen. És nem tudom. Angyalkáim, nem tudom. Nem tudom, hogy miért. És hát... ugyan ma nem megyek le orvoshoz, mert... amúgy is kértem beutalót... a hasi ultrahangra gyomrom végett, úgyhogy közben megnézettem magamat a röntgennél, hogy mi van. Megnézettem a derekamat, hátamat, gerincemet, megnézettem minden. Most már idők óta szenvedek vele, miután ez az ágy megvan. Nem tudom. De nem hinném azt, hogy ágya hibás. Nem hinném. Nem hinném. Mert párom nem paraszkodik ilyenre. Úgyhogy nem hinném, hogy ez. Úgyhogy... bárcsak veszek még fő embereket, drágám, mert orsulikot nem vettem föl, vagy mi. Na, föl is vettem. Orsik, drágám, itt vagyok. Oké, életem, azért nem vettem fő. Úgyhogy gyerekek, alig kapok levegőt, szó szerint annyira fáj, hogy ha fekszek, ha ülök, nem kapok levegőt, beszorul a levegő, és szúrást érzek, de olyan szinten, hogy kibírni nem lehet. Nem lehet kibírni, annyira szúrást érzek mindenhol.
a gerincem körül, a hátamon. Még nem is alul fáj, hogy azt mondanám, hogy a vesémmel volt a baj, nem tudom, hanem a hátam ködepe alatt gerincemnél. És nagyon fáj. Nagyon fáj. Angyalkáim, nagyon fáj. Most keltem fel, angyalkám, nem még úgy, hogy szét vagyok csúszva, majd fölfrissítem magamat, letusolok minden mindjárt. Egy 10 perc múlva fölkelek, egy 4 óra múlva. Nem. Nem, Tünde. Nem, drágám, ez már időkúta van. A izomláz nem itt kezdődik, angyalom. Nem. Nem. Azért én különbséget tudok tenni izomláz és bizonyos problémák között. Fájdalmak közt. És amire én gondolok, én arra nem akarok gondolni. Félelem még gondolni is rá. Úgyhogy nem. Úgyhogy nem, kicsikéim. Remélem, hogy nem a csontadataimmal van baj. Nem a gerincemmel van baj. Nem lehet más probléma, ami esetleg már késő. Oda megyek, Orsulit, megyek. Megyek, drágám. Hónap reggel már megyek is. Igen, már hónap megyek is reggel. Korán. Úgyhogy valami Attila Tóth hívott. Úgyhogy oda megyek, életeim. Úgyhogy drága picikéim, muszáj vagyok. Hát szó szerint emberek, már kúsztam, másztam. Sokszor fölkelni nem bírtam. Már nem tudtam, hogy feküdjek a szőnyegre. Nem tudtam, hogy a párnámat, ezt a, ami itt van, párnád a barna párna, hogy már hogy tegyem le magamnak. Nem főztem, drágám, mert még sajnos mindig állj be, de van még kaja. Tegnapról. Valami fiatal srác, de hogy mit akar? Hát te nem vesz észre, hogy lájba vagyok a kerekszer, nem jelöltem be. Nem az ismerősöm. Angyalkáim, kicsikéim. Drága édes picikéim. Néha kell vizet is inni. Igen, Orsulik, igen. Úgyhogy visszatérve dolgok, drágám, rendbe rakom magamat. Ma holnap talán valamit talán össze megjön, ez a picike kis pénzem megjön, családim, és akkor veszek ennivalót. Hát igen. Igen, már van ez a masszírozó gépem, ez a, de iszonyatosan nagyon jó. Egy éve vettem kb. Még annyi se. De nagyon 160 fokba, 180 fokba nagyon rezgős. Ez a infra fogós hátmasszírozó. Ez a infra. Úgy arányos. Hát már reggel nem bírtam ki, próbáltam magamnak, de mégsem olyan volt. Még napközben, hál' Istennek, el vagyok. De érdekes, hogy reggel megpusztulok.
Különben drágáim, akarom mondani, hogy volnának dolgaim eladók. Ilyen ócsón. Ha érdekeltik teket püssök, cipő, táska, új ruha, úgy értem, hogy alig használt ruha, ha valakit érdekel, akkor nagyon-nagyon-nagyon jutányos ócsón eladom. Odadom. Megmondom őszintén, szükségem lenne egy kis pénzre, és eladnám. Eladnám. Egyszer mutattam, milyen frankó ruháim vannak. Eladnák néhány jó pár ruhát belőle. Vannak kosztümök, vannak blézerek, vannak pulóverek, vannak félújas jackik. Ilyen őszi. És nagyon szép püssök vannak, ezt így is tudjátok. Csomó regiment ékszereim, amit eladok, filtett ékszerekből. Akinek kell, írjon rám, és keressen fel engem egy cséven, Pilis cséven. Szívesen olcsó, jutányos áron eladok bele, csak azért, mert most nincs pénzem úgy. Megvesz a ruha, különben sok mindent adok ingyen. Pluszba. Lesz, amit ingyen, oda is adok, drágám. Ugyanolyan jó fog kinézni. Csak, na. Oké, Mária Krisztina. Szia, Artúr! És hogy akinek kell, ruha, cipő, smink, plüssök, csomó ékszerek, szebbnél szebbek, fülbe való, mit mondjak? Vannak képeim rólam, régi külföldi képek rólam, ajándékba adhatok. Úgyhogy akinek szüksége van ilyenre, jöjjön. Lesz, amit odadok, sajnos, jutányos, olcsón, hogy legyen egy kis pénzem, de nem szoktam csak úgy eladni, mert amúgy meg ingyen adtam nagyon soknak dolgokat, rengeteg mindent, de most egy pár dolgot kis kevés pénzért eladnék. Úgyhogy plüssök, ruhák, cipők, póló, pulóver, nadrág, ruha, magas sarkú cipő, papucs, többféle táskáim vannak, gyűrűim, ékszereim, láncaim, ezüstláncom, akinek kell, írjon rám. Jutányos, olcsó áron odadom. Csak keressen meg Pilis cséven. Akinek kell, írjon rám. Igen, angyalkáim, igen. Úgyhogy kis csillagaim, akinek kell, bátran írjon rám, privátba vagy, mit tudom én. Igen, akkor privátba. És akkor meg, samponokat meg nem is mondom. Többféle fertőtlenítőszerem van, kézfertőtlenítőszerem. Testápolom, samponjaim, azokat is adok, olcsóbban, mint ahogy a boltban megvennétek. Úgyhogy
legtöbb mindent még úgy oda is adok. Igen. Egészségetekre. Legtöbb mindent oda is adok, angyalkáim. Ne aggódjatok. Amúgy is mondtam, ha jön valaki, akkor biztos, hogy csomó mindent oda bírok adni. De meg kell hagyni, hogy csomó olyan dolgaim vannak, amik nem 1-2 ezer forintok, se 5 ezer forintok. Van olyan, ami 10-15 ezer forintos. Hagyd ne mondjam. Úgyhogy akit érdekel, privát beírjon rám, drágáim. És akkor megmondom a címet, hogy hol vagyok, így gyertek el, és akkor odadom. Köszönöm szépen, drága angyalkám, hogy itt vagyok, hogy itt vagytok, és hogy itt lehetek. Feljöttetek 8-an plusz 5-en. Rendbe rakom magamat, főzök, és akkor jelenkedek még, drágáim. Ha este, figyeltek rám, angyalkáim, ha este nem lennék, akkor rögtön mondom, 4 nap múlva leszek életeim. Jó? 4 nap múlva. Ha este nem jelentkeznék. 4 nap múlva leszek életem. Jó? 4 nap múlva leszek. Ha este nem jelentkeznék. Úgyhogy gyűltem még megejtek egy utolsó live-ot. Az írósúly, drágám, mert a telefon, ami be van törve, ami viszonylag nem túl jó, meg akarom majd csináltatni. Beadom. De ne aggódjál, Orsulik, ha amiről beszéltünk, úgyis megtudom, ott van postán, vagy nem 1-2 nap múlva. Ne aggódja, Orszulik, jó? Írni fogok. Ma még írni fogok, hogy legyen, és akkor megtudom úgy is. Itt van kapucikám. Mikő? Jó van. És mit akartam mondani már? Lassacskán, drága életem, kelek. Én rendbe rakom magamat, és akkor beszélünk életeim. Jó? De hogyha valakinek kell, privátba írjon, hogy mikor tud jönni. Leírom a helyet, címet, és akkor el tudtok jönni. Mi kell rá egyetlen? Olyan hirtelen kívül a szoba, Lacika. Nem tudom, nem fát vagy. Például hát beök takarva, de fáztam. Drágám, kérek kávét, jó? Igen, Lacika. 2-kor megy dolgozni, drágáim. Úgyhogy rendbe rakom magamat, szépre, és angyalkáim, nagyon fáj derekam, úgy támasztottam föl, de annyira,
hogy alig kapok levegőt. Nagyon fáj gerincem középpete hátamnál, nem tudom, hogy miért, de még most így csak annyi, hogy napközben általában tűrhető, de nagyon fáj. Reggel meg levegőt nem kaptam, nem tudtam, hogy feküdjek már. Már lefeküdtem a szőnyegre. Úgy, angyalkáim, ez van. Csak írtam valakinek, egy ismerősömnek, aki ide, itt szokott lenni. És eléggé oda vagyok, hogy nagyon-nagyon fáj derekam, és derekam, hát néha szokott a de inkább a derekam a gerincem. És hát a hátam gerincem, úgymond. És sajnos ez van, angyalkáim, ez van. De idők óta, most már nem napok óta, hetek, hónapok óta ezzel küzdök. Úgyhogy ilyen dolog van, drágám. És amiről tegnap este beszélgettem, drágáim, igaz volt a dolog. Igaz volt. Igaz volt, hogy nagyon nehéz életem volt, kemény életem volt. Tűzbe edzettem. És nem volt minden napja, mint köröztül mentem. Nem volt minden napja, mint köröztül mentem. Tűzbe edzettem, és itt vagyok mégis, drágáim. Úgyhogy remélem, hogy talán ez nem következik már be. Nyilván nem. És itt vagyok, életeim. Szia, Évám! Szia, drágám! Gyere! Gyere, hosszú Évám, gyere, itt vagyok. Oké, Évikém, oké. Itt vagyok, Éva. Úgyhogy ilyen dolgok vannak. Amikor annó ott voltam nálad, akkor is mondtam egy-két példát, hogy mikbe voltam, mikbe nem. És akkor csak egy negyed részét mondtam el akkor. És azt érzem, hogy te is tudod, és érezted, hogy miről beszélek. És nem vagyok egyedül, úgy látom. Úgy érzem, nem vagyok egyedül. Drága Évikém, felmennék életem, de 2000 forintommal nyugatig bírnák fölmenni.
fölmennék Éva. Oké, Éva. Fölmennék Éva, de van 2000 forintom. Nyugatig főbírnák menni. Nyugati pályadvar West Endig. De nem volna annyi, hogy taxival lemenjek. Igen. Értem, Éva, értem. De vissza hogy jövök, Éva? És ha valaki nem visz vissza nyugatig? Vagy valahogy visszadobnátok a nyugatig, Éva? Visszafele? Szia, Sebastian! És... jó van, Évikém, jó van, drágám, és akkor én akkor hónap rendezem is, Évi. Hónap akkor rendezem is, Évi, és akkor megyek hozzá, drága Évikém, Pillára. Megyek, Évikém, beszélgetünk meg ilyen. Jó. Jó, fölmegyek. Jó van, Éva. Jó van, Évám, csak tudod, életem, nem sokáig tudok lenni, ha fölmegyek, mert tudod, onnan most oda menni, meg idő is, hogy ott vagyok, meg vissza, tudod, hű, de későn se akarok hazajönni, drágám. Főleg, ha nincs úgy pénzem. Szia, Halász Csongor! Szia, drágám! Puszilok mindenkit nagyon sok szeretettel. Ugyanúgy, ahogy tegnap este, ugyanaz a érzésem van, amit tegnap éreztetek bennem, tehát itt vagyok. Jó vagyok, ha itt vagytok velem. Oké, akkor majd a nem tudom, vagy a félkettesse, vagy a... menj az idő, várja. 11-24. Vagy egy fél egyessel, vagy a félkettessel megyek. És akkor ilyen 2:45-3-ra fönn vagyok. De megírom. Mielőtt elindulok. Oké. Jó van, Évikém, jó van. Meg leszered legalább a körmömet, drágám, mert már lenőtt, Évikém, egy hónapos. Leszered, Évikém. Úgyhogy mám, akkor megyek, drága Évikém, jó? És akkor rendezni fogjuk. Oké, mert egy hónapos máj, Évikém. Jó, van kicsikém és egy ilyen francia szolíd körmöt, vagy valamit, Évikém, jó? Drága életem, hasonló ilyet, csak franciába. Csak nem ilyen hegyeset. Nem ilyen tűhegyeset. Hanem az, amilyet szoktál, tudod, szűkítette, drágám. Jó van, Évikém, megyek akkor, ilyen 2:30-ra nyugatiba vagyok. Nyugati West End előtt. Jó van, angyalkám, jó van. Jaj, kerek kicsikéim,
csinálok valami ételt, letusolok, rendbeszerem magam, gyerekek, és akkor pattanok Éva. Pattanok Évám. Oké, rendben, Évikém, jó van. Holnap pattanok hozzád, Évikém. Holnap tudok hozzád pattani, Évikém, akkor. Igen, értem. Jó van, kicsikém, puszilok mindenkit, és nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagytok. Mindenkit puszilok. Most keltem föl nem régen. Tehát később a drágaságom jelenkedek, ha eddig nem jelenkednék, akkor mindenkit puszilok, és akkor ezen a héten mindenképpen leszek. Úgyhogy puszilok mindenkit, és akkor ha... Mert talán nappal írok még, nem nincs valamit. 4-5 után már nem értek el életem. Lehet. És a napokban leszek, de 2-3 napon belül jó, vagy 4. Puszilok mindenkit. Nagyon sok puszi mindenkinek. És írjatok rám, amiről beszéltem, hogyha valami kell, akkor utána olcsó áron odadok rám. Nagyon sok jó dolgaim vannak. Köszönöm.